Az ATV Klasszikban politika csinálók hete. Rónai Egon húzós műsorából. Simon László 41 éves író, költő, vállalkozó, politikus. 2004-től az Írószövetség titkára, 2010-től a Fidesz országgyűlési képviselője, a Kulturális Bizottság elnöke, 2011-től a Nemzeti Kulturális Alap elnöke, 2012-től kultúráért felelős államtitkár. 13 kötete jelent meg, József Attila díjas. Borászati és idegenforgalmi vállalkozást vezet. Nős, 4 gyermeke született. Amit ösztönösen csinálok, logikus elemeivé válnak a rendszernek. Ezt mondta valahol Simon László. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Az én kolléganőm, Kaszonyi Nóra, ami szerkesztőnk, rögtön kiszúrta, hogy jól le van fogyva? Még nem eléggé. Nagy munka? Hát mondjuk ahhoz a fotóhoz képest, amit láttunk az előbb, most én azért mutattam a nézők, nem tudják, de velem szemben van egy monitor, ahhoz képest már látszik. Nem olyan nagy munka, mert máshogyan étkezem, és próbálok az életmódomon változtatni. A felesége ráadásul edző, ha jól sejtem, edző ugye? Egyik szakmája szerint. Feleségem nagy sportoló, igen. És ő hogy tűrte, hogy hízik, csak hízik, nem csak jól. Hízik? Nem jól. Egyáltalán nem jól. Én azt mondtam, hogy mintha neki nem tudja eldönteni, hogy igazából mihez kezdjen az életével. Most hát elég erősen rátette egy útra, 2010-ben, vagy hát nyilván valamivel előtte, de hát azóta is, meg úgy folyamatosan az egész élete olyan, mint hogy mindent szeretne összehúzni maga elé, hogy majd ebből a nagy menüből választok éppen, ahogy kedvem van. Író, költő, képzőművész, az igaz egyáltalán ebben a formában? Nem vettek fel a képzőművészetére, úgyhogy nem vagyok képzőművész. Ez nem jelent semmit. Csak próbálkoztam. De ez csak egy bizonyos nézőpontból tűnik, úgyhogy nem tudom mit kezdeni az életemmel. Elég szigorú és bizonyos szempontból hát fájdalmas megállapítás ez, de valóságban ez nincs így. Hozzá kell tennem, hogy... Ez nem negatív, de, egyébként az én olvasatomban. Akkor jó. Tegnap reggel hallgattam vagy tegnap délután hallgattam az érettségi, sőt, már este volt az érettségit. Nem, ma reggel volt a Kossuth Rádióban. Ma a matek? Ma, nem, de reggel volt egy beszélgetés tegnapi érettségizőkkel, hogy mit akarnak kezdeni az érettségi után. És hát meglepődve hallgattam 18 éves lányokat, akik egészen határozottan elmondták, hogy ők mit akarnak csinálni, hogy most ő neki már megvan a felsőfokú angol nyelvvizsgája, megy az orvosira, és amikor az orvosi befejezte, akkor kutatóorvos lesz. Tehát így 40 évre előre látja az életét, a másik látta ugyanezt, hogy milyen jogász lesz. 18 évesen még könnyű? Nem tudom, én 18 évesen sem láttam, ahogyan most sem úgy élem az életemet, hogy meghatározom, hogy mit akarok elérni. És akkor azon az úton haladok. Nekem sokkal fontosabb maga az út, mint a cél. Az érdekes, de hát valóban az ember, hogyha alkotó ember, már pedig az is alkotó ember is, bár szerintem a borászat is egyfajta alkotás, úgyhogy erről még majd beszélhetünk, akkor nyilván szeretne valami olyat maga mögött otthagyni, amikor majd elmegy erről a földi életről, amire azt mondják, hogy ez nem az út volt, hanem maga a cél. Hát az utazásnak vannak hálásai. Egy olyan vers, egy olyan könyv, egy olyan regény, bár regényben eddig még nem jeleskedett különösebben. Tehát olyan dolgok, amikre azt lehet mondani, igen, az elsimon letette. Oda tette az asztalra. Eddig van olyan? Nem az én dolgom ezt megítélni. Hát de érzi az ember azt. Nem tudom, tényleg nem. De én erre szoktam azt mondani, az én életem olyan, mint egy kaleidoszkóp. Ugye soroltunk egy csomó mindent. Van egy politikai út, ami az államtitkári úttól a pénzosztásig, a országgyűlési bizottságtól a parlamenti munkáig terjed. Van egy művészi út, van egy gazdálkodó, vállalkozó, borász, vendéglátós része az életének. Mire a legbüszkébb? A gyerekeimre. Hát az a első vagy a negyedik, attól függ, hogy ez erősorrend volt-e, ahogy soroltam az előbb. 4 leányzó. De hát most tulajdonképpen az ember, hogyha ennyi mindent csinál, mint én, akkor nyilvánvalóan maga is tudja, és nem csapja be saját magát, hogy semmiben sem tud olyan lenni, mint aki az életét egy dologra teszi fel. Persze sok ember, aki az életét egy dologra teszi fel, aztán ugyanúgy nem tud eredményt elérni. De én mindig is azt vallottam, hogy sok minden érdekel, rövid az élet, sok mindenben
belekóstoltam, sok mindent kitanultam, van olyan dolog, amit professzionális szinten műveltem, aztán abba hagytam. Ilyen volt például a tervezőgrafika, meg a tipografizálás, tehát voltak programok, amiket megtanultam, sőt tanítottam is az egyetemen, aztán hosszú évek után abba hagytam, valamikor abból éltem, és most már egyáltalán nem foglalkozom vele, tehát mondjuk a számítógépen könyvet nem, vagy papíron is, mert régen papíron is terveztem, könyvet nem terveztem, most már azt hiszem 5 éve. Úgyhogy könnyen elenged dolgokat? Valamit könnyen, valamit kevésbé, valamit nehezen. Az igaz az a történet, hogy Kossuth korából vagy még sokkal messzebbre visszavezethető a dicső ősi és hősi múlt a családjában? Hát de ez különösebb jelentőséggel nem bír. Dehogy nem, hát azért most is egy családi birtokot vezet, tehát nyilván valamilyen jelentőséggel bír az, hogy az embernek van hova visszanyúlnia, vannak olyan gyökerei, amikre büszkék lehetnek, hát az ősei is, meg ő maga is. Identitás problémáim nincsenek ilyen szempontból. De erről nem akar mesélni? Nem érzem annyira fontosnak, tehát én szeretem a szüleimet, most már csak az édesanyámért. Nagyon szerettem a nagyszüleimet, még két nagyanyám mindig köztünk van. Nagyon sok mindenre büszke vagyok a múltból, nagyon sok mindenre egyáltalán nem vagyok büszke. Nagyon sok minden negatív dologból tanultam, vagy próbálok tanulni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon bonyolult és összetett dolog, de az embert mégiscsak a saját életért és a saját eredményeiért kell, hogy megbecsüljék, már amennyiben valamit fel tud mutatni, és nem azért, hogy valamikor mit csinált az ükapja vagy a szépapja. Egyébként egyszerű kétkezi emberek voltak, akiknek úgy hozta az élet, hogy valamikor vitézségre adtak egy nemes joglevelet, és kész. Tehát ez nem kell túlzásba vinni, de az ember mégis azt kutatta, azt kereste, azután olvasott után, ami neki jutott, vagy amit az ő felmenőről volt igaz. Gárdonyban is környékén az hírlik, hogy nagy gyűjteményei vannak. Kőből, bélyegből, pénzből, képekből. Nagy gyűjtő? Nem. Bélyegből nincs nagy gyűjteményem, az édesapámé. Azt megörököltem, de azóta sem nyúltam hozzá. A pénzgyűjtemény az szintén az övé volt, azt nem is tudom, mi van ő. Kifizette magyar pénzeket, gyűjtött fémpénzeket. Az ásványgyűjteményem az valóban hatalmas volt, de ez egy érdekes dolog, ez ugye kérdezte, hogy könnyen elengedek-e dolgokat. Egy időben szó volt róla, hogy geológiára menjek, de aztán nem mentem arra. És az ásványgyűjteményem minden mai napig megvan. Azt tervezem, hogy egyszer előkerül, tehát nagyon nagy gyűjteményem van, nem csak az ásvány, hanem a kövület gyűjteményem is, tehát ősmaradványt nagyon sokat gyűjtöttem, végigjártam az életem egy szakaszában, 14 és kb. 23 éves korom között Magyarország valamennyi meddőhányóját, olyan bányáját, amit lehetett látogatni, és nagyon sokat gyűjtöttem és kutattam. Minek? Miközben nagyon bölcsésznek készült, meg verselt, közben minek? Mert szép volt, jó volt. Sokat kirándultam akkor még, és nem volt, óriási nagy élmény, amikor az ember talál egy ekkora nagy követ, egy meddőhányón, egy bauxitbányának, mondjuk a meddőhányóján, nyíres pusztánál, és lát benne egy kis repedést, és meglátja benne a Campanile nevű csigának a kőbelét. És utána körülbelül 3 hétig, minden nap, amikor hazamentem az iskolából, egy vésseveség kalapáccsal azt tisztogattam, míg ki nem bomlott belőle egy ekkora kőbél. Ez egy élmény. Ezek megvannak? Ezek mind megvannak, igen. Te ebből lesz kiállítás egyszer biztosan. Az El Simon kőtárlat. Van fafaragó szekerce gyűjteményem, talán az a legpikánsabb, amit a feleségem halakszik, most egymás egyén hátán hevernek a pincében ezek a hatalmas nagy szekercék. Nem tudok különösebben. Azon kívül, hogy nagyon szép a formájuk, racionális magyarázatot mondani, hogy miért gyűjtök fafaragó szekercéket. Vannak ezek a nyílkék, tehát vannak ezek a faszekercék, meg a kövek, meg a fafaragó szekercék. Ráadásul fafaragó szekercék, és közben meg elkezd verseket írni. Az hogy jött, vagy kitől örökölte, vagy honnan volt erre a késztetés, és ki mondta azt először, hogy ez jó lesz? Hát inkább azokra, arra tudok emlékezni, ki mondta először azt, hogy ez így nem lesz jó. Ki? Ugye egy idő után mindenki, aki komolyan veszi a szájpróbálgatásait, az elküldi az írásait folyamatoknak. És én is ezt tettem, és nekem is komoly elutasításokban volt részem. De ezt
Ezt hány évesen? Ez érthető is 18 és 20 éves korom között. Tehát az első zsengék, ha úgy tetszik. Hát az, nem az elsők voltak, de nem voltak jók. Annak idején még az irodalmi szerkesztők, ezt önkritikusan mondom, mert azért én nem voltam nagy levelező szerkesztőként, az irodalmi szerkesztők komolyan vették a munkájukat, és egy-egy fiatal szerzőnek érdemi kritikákat fogalmaztak meg a leveleikben. Én a Jelenkortól kaptam egy komolyabb elutasítást, ugye a Pécsi Folyirat szerkesztőségétől, és a Holbiból kaptam Váradi Szabostól, és hát ezeket a leveleket persze őrzöm, egyébként azóta igen kiterjedté duzzadt levelezésemben, és valamikor kezembe kerültek, visszaolvastam őket, hát minden soruk igaz volt, sőt még nagyon megengedő is volt, tehát még barátságos is volt, és benne volt az a lehetőség, hogy az ember ne sértődjön meg, és ne hagyja be az írást. Persze a fiatal szerzők nagyon sokféleképpen reagálnak, ezt én is tapasztaltam már szerkesztőként. Tehát volt olyan szerző, akinek azt mondtam, hogy de csak úgy poénból, azt hittem, hogy egy életre elveszem a kedvét, egy 10 verszakos versebből mondtam, hogy ezt a 4-et ki kell hagyni, és akkor jó lesz, és azt mondta, hogy jó, és kihúzta. Nem volt egy ragaszkodó alkat. Nem. Én minden betűhöz ragaszkodom. Minden egyes sor fontos volt? Én minden betűz ragaszkodom. És így visszavenőleg a megjelentekre mit gondolt? Ugye az első az 23-24 éves korában jelent meg. Nagyon vegyes, hát nagyon vegyes, és hát nem tudom, szóval most nem, ez a legrosszabb dolog. Én nem akarok belemenni ebbe, hogy elemezzem a saját könyveimet. Ugye pont itt az ATV-ben volt egy beszélgetés a Kálmán Olga kolléganőmmel egy évvel ezelőtt az egyik verse kapcsán, ami hát most a beszélgetésben magában és abban a versben sem menjünk bele, de nagyon sokan most onnantól kezdve és azóta, mert ugye az interneten egy nagy karrierbe járt történet. Hát nem a vers, az a 4 sor járt be. Igen, tehát azt akarom mondani, hogy abból a 4 sorból vonják le a következtetést, mert hát nem nagyon olvasnak kortárs mai verset, hogy az Elsimonnak az ő költészete az milyen. Az mennyire, maga a vers és ne is az a 4 sor, az mennyire jellemzi az életművét, az a fajta gondolkodásmód, az a fajta fogalmazás, az a fajta direkt fogalmazás, az őszinte, egyenes, nyers fogalmazás, mint ami abban a versben megfogható. Hát ez először is az a kötet, az egy olyan kötet, amiben szereplíra van, ahol a legfontosabb férfi szerepek váltakoznak, és végig egyes szám első szemében szól. De az én az nem szerző, mindig a valódi ént mindig, jelenti. Sőt, sosem a valódi ént, hanem mindig váltakozik. Tehát ugye mondjuk nem kell olyan nagy művetség az, hogy az ember képes legyen egy irodalmi műben a beszélőt, tehát a lírai ént, a valóságos éntől elválasztani. Hát Orinak az ugye, egész életműve szinte ilyen például. Ugye senki sem gondolja, hogy amikor mondjuk, nem tudom én, Kertész Imrénél a haláltáborban a náci tiszt egyes szem első szemében beszél, hogy akkor Kertész Imre beszél, ugye? Tehát azért, hogy egy prózai példát mondjuk, tehát amikor véleményt fogalmaz meg mondjuk egy háborús bűnös egy regényben, akkor az nyilvánvalóan nem az író a saját véleményét akarja ilyen módon ránk oktrojálni. Tehát ez egy nagyon bonyolult dolog. A lírában, mint hogy sokkal közvetlenebb a műfaj, ezért ezt nehezebben tudja elválasztani az olvasóknak egy része. De ez egy speciális könyv, amiben sok vulgáris elem is van, ez vitathatatlan. De hát Petőfi Sándortól elkezdve sorolhatnánk a költőket, akiknél ugyanolyan kemény vulgáris elemeket lehet találni. Az ember azzal a könyvvel soha nem foglalkoztak volna, hogyha nem lettem volna politikus, vagy nem lettem volna kulturpolitikus, tehát soha nem pécéztek volna. És most hogy gondolja, ez így jó, vagy most így foglalkoztak legalább vele? Nem, egyáltalán nem foglalkoztak vele. Így sem? Hát így sem foglalkoztak vele. Hát, hogy kivettek 5 sort, tehát ugye ez egy vers füzér, nem olvasták el az egész könyvet, nem olvasták el azt a hosszú fűszöveget. Nem, az embernek ezt meg kell szokni, ez a munkájával együtt jár. Nem, most nem arra gondoltam, hogy politikusként mennyire nemtelen dolog, hogy most kivettek 4 sort, és nem. Hanem, hogy ír verseket, megjelennek a versek, és tudja, nagyon jól tudja, hogy ez sosem fog eljutni tömegekhez, mert kortárs irodalmat a tömegek alig olvasnak. Nem bántó. Én sokszor számot vetettem azzal, amikor eldöntöttem, hogy végül is vállalom azt a felkérést, hogy politikus legyek, hogy mi az, ami támadási felületet jelenthet.
De nem csak, hogy ezt végig gondoltam, hanem a belső beszélgetésekben, mármint a Fideszen belül, ez egy feladat is, hogy az ember fölmérje, hogy milyen támadási felületet tud adni. Kellett listát írni erről? Hát hogy ez vagyok én, és ilyenek voltak az életemben, amiből következhetek. De hát azokban a tréningekben, amiben egy profi vagy profivá váló politikus a felkészülés során részt vesz, ez egy teljesen természetes dolog. Ezt minden másik politikai csoportosásra is csinálják. És én sok mindent végig gondoltam, és sok mindent föl is írtam magamnak is. Eszembe se jutott volna, hogy a verseimből fognak sorokat kiragadni, kipécézni, hogy ez támadási fezetlen. Aztán nem mondták, hogy miket írtál te, Laci? Nem volt ez soha? Azt végképp nem gondoltam, hogy mondjuk a Facebookon volt baloldali miniszter, cikizzen ezért. Tehát, hogy mondjuk én azt gondoltam volna, hogy akik a ilyen szlogen szintjén hangsúlyozzák mindig a művészeti szabadság kérdését, azok mondjuk nem éppen ezen fognak értszerűen. Na, erről még majd beszélhetünk. Most egy pillanatra itt álljon meg, és következzen egy pályatárs, aki majd szót ejt erről a dologról, de talán nem leginkább ezért is erről. Nem ittam még a borából, és nem ettem az almájából, de gyakran beszélgetünk. Egy intelligens ellenfél és élvezetes vitapartner. Jól ismeri a kultúrát, meg a kultúra mozgását, ezért lehetett államtitkár. Szerintem a Fidesz nem ismeri annyira, mint a kultúrát, és ezért nem államtitkár már. Azt hiszem, ez egy olyan kapcsolat, egy olyan politikai kapcsolat, amit egyébként egymással vitatkozó felek, vagy egymással vitatkozó táborok is szívesen vesznek, nem veszekedés. Van, amiről hasonlóan gondolkodunk, másról eltérően, de nem volt még olyan dolog, amiről ne tudtunk volna beszélni. Mélyen érvelő, nagyon átérzi a saját igazságát, hajlandó belátni, hogyha nincs igaza, de ez nagyon, nagyon bántja. Van humora, következésképpen emberként is kijövök vele, és szót értünk egymással. Hát ő nem a pályatárs volt, gondolom, akkor kellett volna egy másik bejátszásnak lennie. Ugye? A szerkesztői, így van. De nem baj, hogy Hiller István jött most, mert voltak éppen a jó, csak témában másképp a nézők, is benne hogy ráutaltam vagyunk. Az előbb, amikor kulturpolitikus utaltam, és nem? Nem ráutaltam. Tehát, kire utalt? Hát valaki majd visszakeresi a Facebookon. Hát, adjunk munkát a nézőknek? Persze, adjunk munkát a nézőknek, és keressék meg, hogy melyik miniszter zrikált a Facebookon. Nem, egyáltalán nem Hiller Istvánra gondoltam. Volt bozók, na jó, hagyjuk. Na, tehát akkor, ha már Hiller Istvánt hallottuk viszont, mennyire van átjárás a két oldal között? Annyira nincs, mint amennyire a parlamenti patkóban mondjuk egy ülés a közvetítésénél látszik, vagy van az a helyzet, amit most Hiller István szavaiból lehetett érezni, voltak éppen azért tudnak egymással beszélgetni a felek? Ez szerintem személyfüggő, és részben feladatfüggő. Tehát vannak konkrét témák, amelyekben egyeztetni kell, muszáj, hát egyszerűen nem kérdéses, most gondoljon. Hát olyan sok nem látszik messziről nézve. Hát ilyen. Mondjuk azért egy házbizottság ülésnél, amikor valami 4-5-öddel kell megszavazni utána a parlamentbe, ott vannak egyeztetések. Ez teljesen természetes dolog. Ez nem titok. Az nem lenne természetes a kétharmadosoknál is? Meg a feleseknél is? Tehát, hogy legyen valódi beszélgetés a felek között, az de hát, természetes? Bocsánat, de erre van a parlament. Tehát a parlamenti ülésen, meg a bizottsági ülésen kell egymással megvitatni az ország ügyeit, nem a háttérben lemutyizni. Az egy másik kérdés, hogy vannak olyanok, akik bizonyos ügyek megtárgyalásánál kivonulnak a parlamentből, meg vannak olyanok, akik folyamatos obstrukcióval szétverik mondjuk a parlament kutatási bizottságának az ülését. Sehogy se jó, mert ha bennmarad, akkor obstruál, hogyha kivonul, akkor meg kivonult. Nem. Ezek nem feltétlenül azok az emberek, és nem feltétlenül azok az ügyek. Tehát én most nem akartam átesítani, csak nem akarok most neveket mondani. Haragos de az mondhatok, ellenzékkel tehát, szemben? Mondjuk, vagy vannak mondjuk, indulatai az ellenzékkel szemben? Néha elfáraszt a Jobbik egyik képviselője a parlamenti kutatási bizottság üléseken, de azt nem mondanám, hogy haragos vagyok. Nincs is értelme haragosnak lenni. Ráadásul olyan erő fölényünk van, amiben az embernek inkább az eleganciára kell törekednie. Tehát az megy? Én nem. Én törekszem rá. Tehát
nyilván hát valamikor megy, valamikor nem megy. Nehéz, nehéz műfaj ez. Volt de egy olyan mondat, ami két, bocsánat, csak ehhez tartozik, az eleganciához, meg ahhoz, hogy de közben van egy kétharmados többségük, hogy egy új kultúrpolitikát és egy új gondolkodásmódot szeretne 2010 után a magyar közéletben. Mondott egy ilyet még azt hiszem 2009-ben. Ebből látszik megvalósulni valami? Mondjuk egy valódi kultúrpolitika látszik kirajzolódni? Hát én államtitkárként valami, hát azt hiszem pont 8 hónapig valamit ebből próbáltam felmutatni. Nem mondom, hogy 8 hónap az olyan sok idő, mondjuk az én tempommal azért elég sok minden indult el. Hogy aztán ez milyen úton megy tovább, az utódom azt... Na de mi az a kultúrpolitika, amit szeretett volna látni? Azt ígérte, hogy ezeket a dolgokat folytatja. Nagyon bonyolult dolog, mert annyira mélyek egyébként a törésvonalak, vagy az árkok, hogy ezt néha nagyon nehéz áthidalni. De még egy pillanatra hadd térjek vissza a Hiller Istvánra. Szóval tegnap nekem, én mondtam már a parlamentben, hogy egy kis bejátszás készítettek fel egy felvételt, és mondtam neki... Nem is tudtam, hogy ilyen pletykás. És mondtam neki, hogy dicsérsz vagy szítsz engem, és akkor úgy elmosolyodott, vagy ugye telefonon beszéltünk, úgyhogy közben bennültünk mind a ketten a patkóban, de hát láttuk egymást a távolból, és látszott, hogy elmosolyodott, és mondtam neki, hogy jó az nekem, hogyha te dicsérsz engem. Ja, mert ebben persze az is benne van az a politikusi paranoia, hogy nem feltétlenül a politikusok, hanem a törzsszavazó bázisunk mind a két oldalon, az rosszalóan néz ránk, hogyha ha mi úgymond normális viszonyban vagyunk. Tehát ez nem csak mi rajtunk múlik, hanem azon a szavazói elváráson, amelyik a háttérben munkál. Persze, hogy ez nagy baj. Én egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy tetszik a szavazóknak, nem tetszik. Fontos, amit mond. Mi... politikusok megpróbálnak ennek megfelelni? Tehát annak az igénynek, hogy lehessen érezni a másikkal szemben feszülő erőt, indulatot, akaratot? Nagyon sok minden szerintem nem tudatosan működik. Tehát ahogyan az emberben az öncenzúra nagyon sokszor bekapcsol, nagyon sokszor nem tudja eldönteni, hogy még utólag sem tudja eldönteni, ez mennyire volt tudatos, mennyire volt egy átgondolt stratégiai része, és mennyire volt ösztönös, mennyire volt zsigeri, mennyire volt... A Fidesz működésében mennyire van benne az pártként, hogy abból a feltételezésből indul ki, hogy annyira erős volt a társadalom akarata az előző 8 évvel a szocialista SZDSZ-es kormányzással szemben, hogy ezzel szemben azt a pozíciót kell elfoglalni, ami időnként érezhető, tehát erőből, keményen, kommunistázva, leliberálisozva, tehát hogy mindent direkt módon kommunikálva kell közlekednie a közéletben. Ez a Fideszre, mint pártra jellemző lehet? Ez a megfelelés, amit mondott a politikusokkal kapcsolatban. Én nem szeretem ezt, hogy most így feltétlenül akarunk valamiféle személyiség... Próbálom érteni. Valamilyen személyiségjegyeket a Fideszre ráhúzni. Ugye Hiller István az előbb azt mondta, hogy nem ismerem a Fideszt. Dehogy is nem ismerem, csak hát az ember nem tudja saját magát megerőszakolni. Úgy működik, ahogyan... Ez Hiller István szerintem egy pozitív jelző volt a Fidesz oldaláról nézve, látja? Ez így van, lehetséges, hogy negatív. Én ezt abszolút értettem, és tudom, hogy ezzel mit akart mondani. Erre megint azt tudom mondani, hogy nem biztos, hogy ez nekem jó. Ugye? De hát ez egy bonyolult dolog. De a kérdésemre azért most tegye meg, hogy válaszol. Tehát a Fidesz működésében benne lehet az, ami egyes politikusok működésében is benne van? Tehát megfelelni? Hát van, amikor igen, van, amikor meg nem. De egyébként én azt gondolom, hogy az a legitimáció, amelyen mi most a parlamentben dolgozunk, az egy nagyon erős legitimáció, és egyelőre az látszik, hogy a választói szándék az nagyon erőteljesen nem változott. Meglátjuk, hogy 2014-ben mi lesz. Tehát én azért... Személyes kudarcként élném meg, hogyha nem úgy lenne 2014-ben, ahogy most a közvéleménykutatásokból látszik? Igyekszem úgy politizálni, hogy 2014-ben a jelenlegi kormánykoalíció a választásokon sikeresen szerepeljen. Ebből az is következik, hogyha nem így alakulna, akkor az én kudarcom is lenne. Az egy másik kérdés, hogy sokan teljesen máshogyan politizálnak, mint én, tehát nem adott esetben más az eszköztáruk, más a módszerük,
bizonyos szempontból vannak értékrendi különbségek is, de egy politikai közösségben dolgozunk, és lehet, hogy én X bizonyos embereket inkább hibáztatnék, de lehet, hogy ők meg engem hibáztatnának ugyanezért, mert azt gondolják, hogy az a stratégia, amit én követek, az az, ami a kudarchoz jobban vagy nagyobb mértékben járult hozzá. Hát itt nem lehet, itt se lehet igazságot tenni. Na most jön az a rövid beszélgetés, ami előbb következett volna, mert most még diszonánsabb lesz a politikus meg a költő együttérése. Visszatérjünk az irodalomra. Hát hogyne, mert ráadásul ugye ez egy 18-19. Században természetes állapot volt, erre most nézünk csak ilyen furcsán. Közvetlen, sokoldalú ember, az is igaz, hogy sokszor az indulatai is fűtik, és az indulatai mentén is próbálja elérni a céljait. Költőként, íróként viszont talán az avantgárd vonalhoz lehet őt sorolni. Érdekes megfigyelnünk, hogy az én nemzedékemből elsők között karolta föl a neoavantgárd irányzatnak az értékeit, örökségét, hagyományait. A személyesség, az abstrakció, a közéletiség mind-mind nagyon jó megfér az ő munkásságában, egyszerre van jelen mindegyik műfajban, amiben alkot, képzőművészet, vers, esszé. És egyfajta polihisztori érdeklődés is jellemzi őt, hiszen az irodalom történet, az irodalom mellett ugye a borászati kérdésekben is járatos, illetőleg a képzőművészet területén is bizonyított már. Hát a képzőművészetet már némiképp elhárította magától. A borászatot nehezebb, mert hát van bora. Poliészter, én inkább azt mondanám, az jobban hangzik. Milyen a bora? Most megint a cigány dicséri a saját lovát. Hát, jó a bora? Egyre jobb lesz, egyre jobb lesz. Az egy hosszan tanulható szakma? Ez persze nem elsősorban az én érdemem, mert a jelenlegi életformám mellett muszáj, hogy besegítsen egy kiváló borász kollega, aki szaktanácsadóként dolgozik nekünk. A szőlészeti munkák viszont az még mind a mai napig hozzám kötődnek, tehát minden reggel, még államtitkárként is minden reggel, vagy minden hajnalban, kivéve amikor úton voltam, vagy hajnali miniszteri értekezlet volt, kint kezdtem a gazdaságban. Tehát ahogyan ma reggel is fél hétkor mentem ki, és éppenséggel a szőlőben törzstisztítás és a tavaly kiszáradt szőlőknél a oltványokkal való pótlás történik, úgyhogy minden reggel én irányítom a szőlészeti munkát. Tehát az, hogy milyen lesz a szőlő minősége, hogy miből készítjük a bort, az alapvetően az én szakmai irányítatásomtól függ. De a bornál már sokkal inkább Dobos Ferinek, aki nekünk dolgozik, a szakmai tudása az, ami megjelenik. Persze én mindig mindenbe beleokoskodok, és mégis én mondom, hogy nekem ízlik-e vagy nem ízlik, hogy mit csináljunk, de a Ferin nagyon sok múlik. Úgyhogy nem merném azt mondani, hogy ez az én tudásomnak az eredménye. Az, hogy mit szeretnénk elérni, hogy mit kéne kihozni abból a kis szőlőből, meg abból a tájegységből, az az én elképzelésem, és hát bízom benne, hogy egy 4-5 év alatt előre fogunk lépni, és én ehhez azt is hozzáteszem, hogy dinamikusan próbálok újabb ültetvényeket létrehozni. Tehát azért az elmúlt 2 évben 5,5 hektár szőlőt telepítettem, ami nagyon átgondolt minden, tehát az, hogy milyen fajta, milyen sortáv, milyen művelésmód. Tehát próbálunk egyről a kettőre jutni. Az, amikor a saját testvére támadja meg a baloldali sajtóban, az hogy esik? Nem esik jól, de hát nem tudok. Az meglepő fordulat volt. Nem volt meglepő, de... Vagy csak a kívülálló számára, aki a családi viszonyokat ismeri, hát de nézd, ezek családi ügyek, ezek... De hogy kerül ez a sajtóba? Hát ezt tőle kéne megkérdezni. Nem kérdezte? Nem. Sajnálom, hát vannak az ember életében nehézségek, de hát ő egy 40 éves ember, és hát magának kell elszámolni az életével, meg a lelkismeretével, mint ahogy mindenki másnak is. Hát szerintem minden magyar családban vannak problémák, hol kisebbek, hol nagyobbak, hol széthúzások, hol aztán később látványos kibékülések. A politikus társaknál azt látom, hogy nagyon sokak az első, vagy a második házasságokat teszik éppen tönkre, vagy áldozzák fel a politikáért. Tehát van, aki már Isten tudja, hanyadik feleségét fogyasztja, és hogy... Nem képes egybe tartani a családját. Tehát nincs olyan család sajnos Magyarországon, ahol ne lennének személyes problémák, és ahol mondjuk irítség, vagy egyéb más dolog ne árnyékolná be az embernek
az életét. Hát, a lányait mennyire engedik közel a politikához? Mennyire látják a napi gyakorlatban, hogy apa politizál, mit gondol, milyen a baloldal, milyen a jobboldal, milyen a Fidesz, mi a jó az országnak? Mennyire vannak ebben benne ebben az életben? A nagylányom már valamennyire látja, de nem nagyon beszélgetünk róla. Hát a legkisebb lányom meg most lesz első osztályos az általános iskolában, úgyhogy ő legfeljebb csak annyit érzékel, hogy ez lehet, hogy nem is ő volt, hanem az MSZ lányom, amikor egyszer hazajött és megkérdezte, hogy apa, te még mindig képviselő vagy, és mondtam, hogy igen, és mondtam, miért? Mert az óvónéni mondta, hogy kellének új játékok az óvodába. Tehát azért... Néha ilyen egyszerűen leképeződik a politika. Nem is én tudatosítom bennük azt, hogy milyen politikai szereplő vagyok, hanem a pedagógusok. Vannak már új játékok az óvodába? Nem intéztem új játékokat az óvodába, de egyébként figyelek arra, hogy a saját településem és a választókörzetem az valamennyire élvezze ennek a mai rendszernek az előnyeit. Politikusnak gondolja elsősorban most magát? Ha vannak szerepek, amikben bele tudja helyezni magát, ugye a költő, a borász, szőlész, gazda, politikus. Van politikusi tudatom, ami egy folyamatnak az eredménye. Nem politikusnak készültem. Nagyon sok parlamenti politikustól eltérően az egyetemi padsorokból nem egyenesen a parlamentbe kerültem, hanem 38 évesen lettem országgyűlési képviselő. Ez így jobb? Szerintem igen. Nekem feltétlenül. Hát nem azt mondom, hogy ez a recept jó mindenkinek, hát nem, én nem akarok mások fölött pálcát törni. Nekem ez így volt jó, hogy kellő élettapasztalattal és sokféle tájékozódással választottam, döntöttem el ezt. Jól érzi magát benne? 2014 után úgy alakul, marad? Sokszor nem érzem jól magamat, de alapvetően még van erőm, meg hitem, úgyhogy én még folytatnám a következő ciklusban. Hát akár így, akár úgy találkozunk még akkor. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk ma este.